Véget ért a 20. Cinefest. Az idei filmfesztiválon a nézők száma minden eddigi rekordot megdöntött, hiszen közel 16 ezeren vettek részt az eseményen. A fesztivál záró gáláján átadták a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál díjait. A Cinefest életmű díját Kardos Sándor, a hazai filmszakma egyik legnagyobb kísérletezője kapta. A fesztivál zárásaként a közönség a Tatami című filmet láthatta, amely az első iráni és izraeli alkotók által közösen rendezett játékfilm. Sokan érkeztek a Cinefest záró gálájára, ahol átadták a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál díjait. A fődíjat, vagyis a Pressburger Imre díjat, a Szerethető című film, a nagy díjat, azaz a Cukor Adolf díjat pedig az amerikai Didi című film kapta. Az idei évben elindult East of Europe szekció díjat, a szerb 78 nap, a Cinedog díjat pedig a német Riefenstahl nyerte el. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége Szilágyi Zsófia január 2. című alkotását ismerte el. Továbbá átadták a Cinefest életmű díját is, amit a hazai filmszakma egyik legnagyobb kísérletezője Kardos Sándor kapott. Egy ilyen helyről elismerik az ember életét, az számít annyit, mint a hivatalos elismerések, vagy többet. Ez olyan, mint amikor egy tanítványom fölhív 5 év múlva, hogy most az aktuális problémáját beszéljük meg. Szóval ezek a dolgok érnek a legtöbbet a világon. Idén a vetítéseken, a kapcsolódó programokon, valamint a külső helyszíneken közel 16 ezer látogatója volt a Cinefestnek, ahol több mint 25 ország filmjét mutatták be a szervezők. Idén különleges évfordulóhoz érkeztünk, a 20. Cinefest került megrendezésre, és 20 éve minden évben arra készülünk, egész évben, hogy erre az egy hétre vagy 10 napra a legfrissebb külföldi és magyar filmeket hozzuk el. Így volt ez idén is, és azt gondolom, hogy az idei válogatás különösen gazdagra sikerült. Bíró Tibor elárulta, a fesztivál végével nem ér véget a munka, ugyanis januárban már a jövő évi esemény szervezése és a nevezések is elkezdődnek. A fesztivál igazgató hozzátette, a 21. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált 2025. szeptember 5. és 13. között rendezik majd meg.